Újabb felújításokat végeznek az M3-as autópálya több szakaszán. Már átvette a kivitelező a munkaterületet, szeptember 8-án pedig kezdődnek a felújítási munkálatok. 60 térségében az 58-as és a 60-as kilométer szervények között, mintegy 1300 méter hosszban a jobb szélső haladósávon kezdik meg a munkát, és ütemezve haladnak tovább. Aszód térségében a 48-as és a 49-es kilométer szervények között várhatóak felújítási munkálatok. Ez idő alatt szakaszosan úgynevezett 2+1+1 sávos forgalomterelés lesz érvényben. Az 58 és 60 szervények közötti munkavégzés során több szakaszban történik majd a munkavégzés, tekintettel arra, hogy a 32-es számú főúti csomópontot is érinti. Mindkét irányból két forgalmi sáv lesz majd járható. A Nyíregyháza felé vezető forgalmi irányban megnyitásra kerül a leállósáv, és a külső forgalmi sávon halad a forgalom, illetőleg a Budapest felé vezető oldalon átteréssel a szembelővő forgalmi irányba fog megtörténni a két forgalmi sávra történő munkavégzés. Emellett a szakemberek felújítják a Nyíregyháza felé vezető oldalon lévő Ecsédi és Horthy pihenőhelyek átvezető útjait. A pihenőhelyeket a felújítási munkák idejére le fogják zárni. A beruházások mintegy bruttó 260 millió forintból valósulnak meg, és várhatóan október elejére fejeződnek be.